Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket, benneteket kórházunk idei fenyő ünnepén. Külön tisztelettel köszöntöm Kovács Sándorat, megyei közgyűlés elnökét, Kovács Szilvia alpolgármesterasszonyt, Nagyné László Erzsébet főigazgatóasszonyt, dr. Farkas Béla orvosigazgató urat, Virág Tünde gazdaságigazgatóasszonyt és Szilágyi Anikainét, a Kátai Gábor Alapítvány elnökét, minden kedves munkatársunkat, megjelentőket és a kedves műsorvezető vendégeinket. Elsőként szeretném felkérni Nagyné László Erzsébet főigazgatóasszony köszöntője megtartására. Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Alpolgármesterasszony, elnökasszony, igazgató, hölgy és urak. A mai fenyőünnepen nem szeretném túl hosszúra húzni a gyermekek előadása előtt a köszöntőt, de mindenképpen úgy gondolom, hogy minden karácsony arról szól, akár otthon, akár a munkahelyen, hogy visszatekintünk az elmúlt egy évre, hogy mi történt, mi változott, akár a humán erőforrásban, akár a tárgyi feltételekben, akár a munkarendben, és úgy egyáltalán, hogy érezzük magunkat a munkahelyünkön, és mit viszünk haza nap mint nap a munkahelyünkről. Én úgy gondolom, hogy magam és a kórház vezetése részéről megpróbálunk mindent megtenni, ami segíti a munkátokat, a munkájukat, az itt dolgozóknak, és legyen az eszközfejlesztés vagy infrastruktúrafejlesztés, mind-mind azt a célt szolgálja, hogy kulturáltabb és barátságosabb környezetben végezhessétek a munkátokat. Nyilván mindennapjaitok során, mint ahogy nekünk is, előjönnek apró cseprő problémák, amiket meg kell oldani, és legyen ez központi műtő, sürgősségi betegellátó osztály, vagy gyógyszertár, vagy labor, mindenhol akár eszköz, akár hiányzások vagy betegségek miatti emberpótlás szükséges. Én azt hiszem, hogy úgy az ápolási területen, mint a egészségügyi szakorvosi területen megpróbálunk megfelelni. Nagyon nehéz. Egy városi kórháznak ezt nagyon nehéz biztosítani. Nagy örömünkre szolgál, és ezt elmondhattam a 50. jubileumi rendezvényünkön is, mert hogy idén 50 éves a Kátai Gábor kórház, legalábbis az új kórházépület. Elmondhattam, hogy jövőre is folytatódik Karcagon az ápolóképzés, más intézményi keretek között, de bizonyára tudjátok, hogy a Varró István szakiskolában indul újra a gyakorlati ápolóképzés és az erre épülő ápolóképzés. A minap volt is egy nyílt nap a Varró iskolában, ahol részt vettünk, és megpróbáltuk tovább szeretetni ezt a szakmát a fiatalokkal, a 8-ban végzőknek bemutatni. Nagyon sok kollégám segített ebben, és a Kovács Mihály Általános Iskolában is voltunk egészségnapon. Ha visszatekintek az év elejére, akkor csak azt kell, hogy mondjam, én magam meglepődök, hogy hány rendezvényen, hány olyan műsorban vettünk részt, ahol be tudtuk mutatni az intézmény működését, és ahol el tudtuk mondani, és jó magam is, nem egy helyen, nem két helyen, hogy milyen további fejlesztési igényei vannak ennek az intézménynek, és nem azért, hogy talpon maradjon, és ne kerüljön törlésre a térképről, mint egyszer úgy tudom megtörtént, vagy legalábbis nem gondolták, hogy van itt egészségügyi intézmény, hanem hogy tovább fejlődhessünk itt Karcagon, Szolnok és Debrecen között félúton. Ebben a fejlesztési elképzelésekben az elmúlt évi pályázatunkat, ugye idén sikeresen megvalósítva,
át tudtuk adni a volt fertőző részlegen az új ápolási osztályt június 30-án, illetve hát a le tudott költözni a 9. emeletről az ápolási osztály, ami úgy gondolom, hogy mindenki számára, mind a betegek számára, mind az ápolók számára, nem csak az ápolási osztály ápolói, hanem a gyermek és csecsemő osztály ápolói számára is a legmegfelelőbb körülmények közé tudtak költözni. És így szabadon maradt a 9. emeleten ez a fél rész. Bizonyára tudjátok, hogy jogszabályi kötelezettség az egészségügyi törvény alapján a kiskorúak mellett a hozzátartozó elhelyezésének biztosítása. Az idei évben erre is sikeresen pályáztunk kollégáim segítségével az Anyák Háza programban, és bizonyára értesültetek róla, akár a Kátai Gábor kórház honlapján, akár más médiából, hogy bizony-bizony, az apró gyermekekhez is szólok, a jövő évtől még kulturáltabb, kellemesebb körülmények között fogjuk tudni biztosítani, hogyha ne adj Isten, betegség miatt kell meglátogatni a gyermekosztályt, a szülők elhelyezését az üres részből, a három korteremből kialakított hát ilyen anyákháza program keretében kialakított, hát nem kortermek, inkább egy ilyen kisebb lakások, két ágyas és egy három ágyas helyiség szolgál majd erre. A legfrissebb, és nem is tudok visszamenni, mert hogyha mindannyian, akiket érdekel és folyamatosan nézik a honlapunkat, azok tudják, vagy a Kátai Gábor csoportot a Facebook oldalon, azok tudják, de akik nem, a főigazgatói irodában már láthatták, hiszen a jelen rendezvény meghívóján is egy olyan karácsonyfa, egy olyan feldíszített fenyőfa szerepel, amin az idei év minden-minden rendezvényéről van egy-egy fotó, és egy elég nagy fenyőt sikerült ebből összehoznunk. Ez nekem volt senki. Ezen a fenyőn is láthatjátok, és akit érdekel, nagyon szívesen megtekintheti, bejöhet, és rögtön láthatja, hogy milyen MESZK rendezvényeken, versenyeken vettünk részt, a beteg megelőzést, vagy a betegség megelőzést szolgáló szűréseken vettünk részt, és amit ezúton is szeretnék megköszönni minden kollégának, aki ebben aktívan részt vesz, és ezzel nem kizárólag a Kátai Gábor Kórház hírnevét öregbíti, de nyilván ezt is, hanem a betegek problémáit, a betegség mihamarabbi felismerését segíti elő. A mai napnak is megvoltak az eseményei, mint ahogy a múlt hétnek is megvoltak. Három pályázatot nyújtott be a Kátai Gábor Kórház vezetése az adósságkonszolidáció idei évi pályázati kiírására, és a három pályázat nyilván prioritásokat kellett, hogy felsoroljunk benne. Az első helyre soroltuk a tavalyi évben a második helyen szereplő Kunhegyesi Ápolási Intézet fekvőbeteg részlegének a felújítását. Aki tőletek már járt kint ott, az tudja, aki nem, az menjen ki és nézze meg, hogy milyen körülmények között kaptuk meg ezt az intézményt, és nyilván eddig nem volt lehetőség ennek a felújítására. Most örömmel jelentem be, hogy ez az első számú prioritásunk. Nyertesként most egy órája kaptam a telefont, kihirdetésre került, úgyhogy a jövő év első felében meg tudjuk valósítani a 32 ágyas ápolási osztály felújítását. És hát nagy meglepetésre, de még nagyobb örömömre szolgált, hogy a három közül a második prioritásként beadott pályázatunk is nyertesként hirdették ki. Úgyhogy a jövő évben, az idejében megkezdett, és általatok remélem, hogy nagyon nagy öröm, vagy részletekre nagyon nagy örömre szolgált főbejárati résznél a fotocellás ajtó mellett nyitunk egy másik ajtót is a falon, ahol pedig közforgalmú gyógyszertárat fogunk kialakítani. Úgy hiszem, hogy a betegek kulturált kiszolgálásához, a beteg elégedettség javításához ez itt helyben biztosított lesz. Ez mindannyiótok és mindannyiunk, és főleg a betegek számára elsőrendű kérdés is.
örülök, hogy ez megvalósul. Én mindenkinek kívánok nagyon békés, boldog karácsonyi ünnepet családai szeretteitek körében, és még boldogabb, sikeres új esztendőt. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Tisztelt kórházi dolgozók, tisztelt megjelentek! A fiatal hölgy már főigazgatóasszonynak is jelezte, hogy az idő túllépést. Én nem szeretném húzni tovább az időt a műsorok előtt. Mindenkinek áldott, békés karácsonyt és sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kívánok, és remélem nem húztam nagyon az időt. Köszönöm szépen! Gondolom nem, mert a kislőnek pislogni is a pislogot. Szeretném megkérni önöket, hogy aki kapott egy kis mézeskalács kórházi sziluettet, ez felragyom a fához, és kicsit ráhangolódva az advent harmadik vasárnapjára díszítsük fel közösen, mielőtt az orvosokat meghallgatják. Szeretném felkérni a műsor előtt Szilágyi Lajos elnököt, a Kertész Gábor Alapítvány elnökét, hogy egy kis ajándékot helyezzem ma alá. Mindenkit sok szeretettel köszöntök, egy év megint eltelt, és megint itt állunk a karácsony tiszteletére a kórház karácsonyfája alatt. Igaz, ugyanúgy ajándékot most senki nem lát, mert jövő héten kerül leszállításra. Minden osztályt szeretnék megajándékozni egy vérnyomásmérővel. Köztudott, hogy a vérnyomásmérő fogyóeszközök, és pénzadományt is kapunk 250 000 forintot, amire majd lehet igénybe nyújtani, hogy milyen egyéb eszközre van szükség az osztályoknak. Én nagyon örülök, eljutottam odáig sok év után, hogy nagyon jól érzem magam itt a kórházban, az alapítvány élén. Szinte mindenkit megismertem, érzem, hogy szeretettel fogadnak itt, én is mindenkit megszerettem, és ezt a pár szót azzal szeretném zárni, ami a meglepetésért az alapítványt az elmúlt héten. Volt egy anonim adományozónk, aki egy osztályon feküdt, nem akarja, hogy tudjuk a nevét. Ő azt mondta, hogy annyira jól érezte magát, még betegen is ebbe a kórházban. Mindenki szép csöndben, tisztelettudóan végezte a dolgát. Ő senkit nem ismert, se az orvost személyesen, se a nővéreket, de minden tisztelete azoké a ápolónőké és orvosoké, akik ebben a kórházban dolgoznak. A nevét nem árulhatom el, ő 300 000 forintot adományozott a kórháznak egy bizonyos osztályjavára. Azt hiszem, hogy ez minden dicsérő szónál többet ér. Én is meghatódtam, és remélem, hogy ez a gyakorlat majd ragadós lesz, mert én is megtapasztaltam az itt dolgozó emberek szeretetét és kedvességét. Mindenkinek kívánok áldott békés karácsonyt, reméljük, hogy szép lesz az új esztendő is, és hát jövőre ismét találkozunk, és tesszük a dolgunkat, mint eddig. Köszönöm szépen! Fogadják nagyon sok szeretettel! Madarász Imre Egyesített Óvoda, Jókai úti tagóvoda, Búdoló, tehetséggondozó műhelyének nagy csoportosait, kis ünnepi betlehemi műsorral, kíséri őket a Kátai Meri szókórus, az ovisokat felkészítette Molnárné Erika Ugóné, a kollégáinkat pedig Kátai Né Nyakó Edit, kérem fogadják őket sok szeretettel. Mindenek kis falucsában, karácsonykor éjfélkájban, Fiú Istenem bennek, mint kisgyermek született. Ölelezték Jézuskának, édes anyját Máriának, ki pólyában takarta, befektette jászolba. Dicsértessék, szabad-e Jézuskát köszönteni? Szabad! Pasz!
pásztorok, eljünk fel, gyorsan induljunk el. Betlehem városába, rongyos iskádocskába, siessünk, ne késünk, hogy mi ezen éjjel odaérhessünk. Mi Úrunknak tisztelete kehessünk. Ó, szegény, de fázik, könnyeitől lázik. Nincsen neki párnája, nincsen neki dunhája, csak széna, csak szarma, ökör szamár leelete rajta, barmok szája, melegítő kályha. Mennyből az angyal lejött hozzátok, szívesen.
édes Jézus, én már igen öreg vagyok, a farkasok is mind elhordták, azért sajtot, dolgot neked nem adhatok, de bagára szíjat, igen szépet adok, fogad kedvesen. Sok szeretettel egy kis hangszeres előadással is bemutatkozunk. Már nem a betleheves műsorunkhoz illik, de annyira szeretik használni a gyerekek ezeket a színes kis csengetjüket, hogy nem hagyhattam ki. Elsőként a Nagy Kamillát szeretném bemutatni, ő az Ég a gyertyaig dalocskát játssza el. Ő Kátai Lújza, az angyalka, ő a Lágyan szól a kis harangot játssza el, és utána másképp is feldolgozzuk a harangok játékába. Kellemes karácsonyi ünnepeket és békés boldog új esztendőt kívánunk. Köszönjük szépen, hogy megjelentek. Kovács Sándor a megyei közgyűlés elnöke is föltett egy mézes kalácsot erre jelképesen a kórház fenyőfájára. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a kórházi dolgozókra is megemlékezünk ilyenkor karácsonykor, gondoljunk rájuk, és egy kis szeretetet hozzunk nekik és a itt fekvő betegeknek. Így van, hiszen úgy kell tekintenünk nekünk korcagiaknak, itt a környékben élőknek, egymásra és a kórházra, mint intézményre, hogy ez a mi intézményünk. Az itt dolgozók értünk dolgoznak éjjel-nappal, mi kerülünk ide, vagy a rokonaink kerülnek ide a kórházba, és ők gondoskodnak róla. Tehát úgy kell tekintenem, amikor egy karácsony közeledik, egy családi ünnep, egy keresztény ünnep, akkor mint egy nagy családra úgy kell tekintenünk egymásra. És én azt gondolom, hogy a kórházi dolgozók is úgy tekintenek ránk, hiszen többet nyújtanak annál, mint csak egy szakma, mint egy hivatás. Hiszen az egészségben dolgozóknak több, ami belőlük jön, több, ami a szívükből jön, több kedvesség, több szeretet, és én azt gondolom, hogy ilyenkor meg kell emlékezni róluk, meg kell köszönni nekük,
és együtt is kell ünnepelni velük, hiszen ők is a, úgymond a nagy családunk tagjai, és jó ez az érzés, jó idejönni a kórházba, nem mint betegként, nem mint hozzátartozóként beteget látogatni, hanem mint egy kicsi bensőséges család ünnepre a kórházi dolgozókkal együtt ünnepelni karácsonyt, és ünnepelni azt, hogy békében, jólétben, boldogságban tudunk itt élni Karcagon és a környékén. És azért mondjuk el azt is, hogy hiszen itt hallottuk az alapítvány elnökétől, hogy vannak olyan betegek, akik ismeretlenül kerülnek ide, és szeretnék meghálálni, megköszönni azt, amit ön is elmondott, hogy itt természetes a nővérek, ápolók részéről ez a gondoskodás, szeretetteljes légkör, akik úgy próbálnak segíteni, hogyha tehetik, hogy utána adományt adnak a kórház részére. Így van. Amikor az ember jót kap, szeretetet, gondoskodást, azt igyekszik visszaadni. Ki így, ki úgy, kinek csak arra van lehetőség, hogy egy jó szóval, azt a kedvességet van, akinek arra van lehetősége, hogy akár anyagilag is támogassa a kórházat, támogassa az egészségügyet, de jól esik szeretetet kapni, és nagyon jól esik szeretetet adni, és ez egy nagyon jó példa volt ez a névtelen adományozó. Én azt gondolom, hogy mindent elárul erről a kórházról, hogy ismeretlenül kedvesek voltak az ide bejövő beteggel, figyelmesek voltak, szeretetet sugároztak felé, és ő ezt igyekszik meghálálni. Ez egy nagyon szép gesztus, és ilyenkor karácsony környékén még szebb fénybe, itt a karácsonyi gyertyák fénye mellett még szebben világít egy szeretetet adni, szeretet kapni dolog. És reméljük ez így lesz jövőre is, hiszen az itt dolgozókon ez nem fog múlni. Köszönjük szépen! Az itt dolgozókon sosem múlt. Én azt gondolom, hogy magunkénak érezhetjük ezt az intézményt. Én már 50 éve, és biztos vagyok, hogy 50 év múlva is így lesz. Másokkal, más dolgozókkal, de Karcagon az egészségügynek nagy hagyománya volt eddig, és biztos vagyok benne, hogy nagyon szép jövője is lesz mindannyiunk érdekében. Köszöntöm nézőket a Kátai Gábor Kórházban, Nagyi László Ezsvet főigazgató asszonnyal beszélgetünk a gyönyörűen feldíszített fenyőfa mellett, amelyen az 50-es nagyon szépen mutatja, hogy 50 éves volt idén ez az épület és ez a kórház. Mindig tartunk karácsonyi ünnepséget a dolgozóknak. Most sok-sok jó dolog történt. Mi az, amit kiemelne nézőinknek külön? Én úgy gondolom, hogy az idei év megint csak elmondható, hogy a fejlesztések éve volt, és fejlődött az intézmény, tovább fejlődött. Az, amit az évezred fordulón megkezdett a akkori önkormányzati fenntartású idején, az az idén tovább folytatódhatott, és mind a műszerekben, mind az infrastruktúrájában megújult ez az intézmény. A volt fertőző részleg átalakítása sikeresen megtörtént, június 30-án átadtuk ezt az épületrészt, és oda költözhetett az ápolási osztály, és nem hagytuk békén a 9. emeletet, ne maradjon üresen, további pályázattal sikeresen elértük, hogy az anyákháza programban egy 3 kórteremből álló ilyen anyaszállást tudunk kialakítani, ahol 2 ágyas és 1 3 ágyas elhelyezésre tudunk biztosítani majd lehetőséget, várhatóan 2 hónapon belül a csecsemő és gyermekosztályon elhelyezett kiskorúak hozzátartozói részére. És nagy örömünkre szolgált, most a legutóbbi hír, a mai hír, adósságkonszolidációs pályázati eljárásban 3 prioritásra adtunk be pályázatot, és ebből az első 2 helyen beadott pályázatunk sikerrel szerepelt, így a jövő év első felében felújíthatjuk a Kunhegyesi telephelyen működő ápolási osztályt, amire már nagyon ráfér, és nem utolsó sorban a betegek elégedettségét és a betegkomfortot növelő fejlesztést is tudunk végrehajtani. Itt a földszinti bejáratnál, az aulánál ki tudunk alakítani egy közforgalmú gyógyszertárat. A karácsony azért a betegeknek picit nehezebb, gyerekeknek. Az dolgozó személyzetre, ápolókra, orvosokra számítanak jobban. Azt gondolom, hogy ők ezt tudják és át is érzik. Így van, hiszen nekik is karácsony a karácsony, és ilyenkor mindig azért ott meg kell egyezni egymás között a műszakbeosztásban, az ügyeleti beosztásban, és bizony itt 0-24 órában kell biztosítani a békés, boldog karácsonyi ünnepeket az itt lévő gyermekeknek, betegeknek, akik nem tudnak hazamenni, nem tudják otthon a szeretteik, családjuk körében ünnepelni az ünnepet. Én úgy gondolom, hogy ehhez is azért egy kicsit hozzájárultunk azzal, hogy itt az udvar rendezése, amit megkezdtünk néhány évvel ezelőtt, abból hát sajnos kiszáradnak a fák bizonyos évtizedek után, ezekből a fákból, hát saját készítésű
eszközöket gyártottunk, és itt az udvaron már a bejáratnál láthatják akár a gyermekek, akár a látogatók, vagy a nálunk benfekvő betegek. Szarvasok vannak, és szánkó van, és kivilágított fenyőfa van, és nem utolsó sorban a bejárati résznél sikerült, a fekvőbeteg osztály bejárati részénél sikerült végre megvalósítani, hogy fotocellás ajtók működnek, és aki azon az ajtón jött be, vagy netán ezután a riport után azon távozik, akkor láthatja, hogy ott is próbáltuk egy kicsit a beteg komfortot és a közérzetet javító hópikékkel díszíteni az ajtót. Én azt kívánom, hogy hiszen az év akkor jól zárul, hiszen elmondta az előbb, hogy milyen pályázatokat nyertek, hogy jövőre is beszámolhassunk arról, hogy sok-sok pénz érkezett pályázati forrásból a karcagi kórházba. Én nagyon remélem és bízom benne, hogy ez így lesz, ezért is dolgozunk, és azért is dolgozunk, hogy a humán erőforrás fejlesztése is meg tudjon valósulni, úgy az ápolók tekintetében, mint a szakorvosok tekintetében. És mindenkinek nagyon boldog, békés, áldott karácsonyi ünnepet kívánok, és sikerekben, egészségben gazdag, boldog új esztendőt. Köszönjük szépen! Szilágyi Lajosnéval, a Kártai Gábor Alapítvány kuratóriumi elnökével beszélgetünk. Itt állunk a gyönyörű fa mellett, és mindig jelképesen érkezik adomány a fa alá. Most is így volt. Mit jelentett itt be a jelenlévőknek? Hát először is nagyon örülök, hogy már több éve részt vehetek a kórház karácsonyi ünnepségén, mert mindig megható, és mindig nagyon kedves. Most jelképesen adtam át ajándékot a kórház osztályainak, mert időben nem érkezett meg, amit szerettünk volna átadni. Nem olyan túl nagy dolog, de nagyon fontos. Minden osztály kap egy-egy vérnyomásmérőt, hiszen ezek igen sűrűn vannak használva. Ezen kívül 250 ezer forint pénz adományt is kaptunk. Majd az osztályok jelzik, hogy milyen apró dologra van szükség, és majd ezt az alapítvány biztosítani fogja. Volt már ettől nagyobb ajándékunk is. Most ennyi sikeredett, de szerintem ennek is nagyon örül majd mindenki. És hát azt gondolom, az az osztály, akiről most még nem tudjuk, hogy ki, hiszen volt egy anonim adomány, az is egy jelzésértékű a kórház felé, hogy elégedettek az itt folyó munkával. Igen. Én itt csupa jót tapasztalok, mondhatják rám biztos, hogy elfogult vagyok, de én úgy látom, hogy itt olyan türelmesek, és annyira odafigyelőek az orvosok is, és az ápolók is, hogy nem is értem időnként azokat a hangokat, amik elmarasztalnak bizonyos osztályokat esetleg. Igen, ez egy szép adomány volt, és a szöveg is mellé, amit nem hallhat mindenki, de elmondom, hogy betegként is jól érezte magát az adományozónk a kórházban. Azt mondta, hogy olyan profi módon, nyugodtan és tisztelettel folyt a mindennapi munka, nem rövid ideig volt a kórházban, ami tiszteletet érdemel, és úgy gondolta, hogy ezt az osztályt segíteni fogja. Azt gondolom, hogy azért ez erőt ad az itt dolgozóknak is. Igen. Igen, mert ha jó szót hallanak, akkor ők is szívesebben adnak egy-egy mosolyt, egy-egy simogatást a beteg embereknek, és az mindennél többet ér. Tehát kell, hogy a szeretet itt valahogy működjön a betegek és a gyógyító személyzet között, és ez szerintem itt nagyon jól működik. Reméljük, hogy jövőre is lesznek hasonló adományok, és sok-sok pénzt tud az alapítvány fordítani a kórház jobbítására. Köszönjük szépen! Én is nagyon köszönöm, mindig reménykedünk, és mindig jól alakulnak az éveink, nagyon sok mindent tudtunk már a kórházon segíteni. Köszönöm én is, hogy ezt elmondhattam, és békés boldog karácsonyt kívánok mindenkinek, aki itt részt vett, és mindenkinek, aki jelen pillanatban a képernyő előtt látja és hallgatja. Kovács Szilvia alpolgármester asszonyán beszélgetünk itt a megható ünnepség után. Azt gondolom, hogy alpolgármesterként is fontosnak tartott, hogy itt legyen ezen az ünnepségen, bár nem az önkormányzat a fenntartója már a kórháznak, de azért mindig odafigyel az intézményre. Így van, hiába nem hozzánk tartozik már a kórház, de hát mégis itt van a városban, bennünket szolgál, és nagyon sok karcagi lakosnak ad munkahelyet. És azért valljuk be őszintén, hogy nem mindegy, hogy milyen egészségügyi ellátó helyre érkezünk, hogyha szükségünk van rá.
Én úgy gondolom, hogy Karcag városa nagyon nagy büszkeséggel beszélhet a kórházáról, hiszen nagyon sok felújításon, nagyon sok szépülésen és új létesítményeket tudhat magáénak, és nagyon sok felújításon ment keresztül, amire nagyon nagy szüksége volt. És én úgy gondolom, hogy ez mind-mind a karcagiak és a Karcag környékén lakók életét szolgálja. Igazgatóasszony most karácsonyi ajándékként elmondott egy pár olyan fejlesztést, ami szintén gazdagítja a kórházat, és persze bennünket is, hiszen ha valamire szükségünk van, egészségünk pótlására, akkor bizony nem mindegy, hogy milyen ellátottságú kórházba érkezünk, milyen kedvű, milyen hangulatú ápolók, orvosok fogadnak bennünket, komfortos, jól ellátott környezetben dolgoznak-e, vagy pedig csak a hiánnyal küszködnek. Én úgy gondolom, hogy az a komfortérzet, amit egy kórház tud nyújtani a dolgozóinak, az a betegeken pozitívan csapódik le, és bizony a gyógyulást segíti maximálisan, és természetesen az orvosi munkát is nagyban segíti, hiszen nem mindegy, hogy milyen eszközökkel dolgozik egy orvos. Megvannak az eszközei, vagy pedig állandóan pótolnia kell, vagy elküldeni egy beteget. Én úgy gondolom, hogy akkor jó egy kórház, ha minél több bajunkra tud orvoslást adni, és minél komfortosabb, minél otthonosabb környezetet tud nekünk biztosítani, hiszen elég baj a baj, hogyha egy olyan környezetben vagyunk, ami otthonos, jól ellátott, jó kedélyi dolgozókkal van ellátva, és ők ápolnak bennünket, én úgy gondolom, hogy a gyógyulás is sikeresebb lesz. Igen, épp azt akartam mondani, hogy az utolsó mondata előtt jutott eszembe, hogy hiába vannak csodaműszerek, hogyha nincs ott mögötte az a személyzet, aki ezt életre kelt és a betegek érdekében használja. Így van, ez nagyon fontos, és én úgy gondolom, hogy ez egy félgyógyulás már, hogyha az ember olyan kezekben van, akik megnyugtatóak, kedvesek, biztatóak, és én úgy gondolom, hogy a karcagi kórház dolgozói ilyenek. Én legalábbis hál' Istennek ritkán tapasztalom meg, és kívánom is magamnak, és minden karcagnak, és minden embernek, hogy kevésbé vagy ritkán tapasztalja meg, de amikor szükségem van rá, akkor én úgy gondolom, hogy nem lehet panaszom, és csak szuperlatívuszokban beszélhetek minden kórházi dolgozóról, és köszönöm szépen nekik, hiszen nagyon áldozatos és nagyon nehéz munka ez, hiszen látni elesett embereket, foglalkozni mindenféle fajta típusú emberrel, bizony nem könnyű dolog, és lelkileg is megviseli az embert. Reméljük, hogy karácsonykor az itt dolgozók is feltöltődnek. Köszönjük szépen! Én is köszönöm szépen, és minden kórházi dolgozónak áldott békés karácsonyt, boldog új esztendőt kívánok, kevés beteget, de sikeres gyógyítást!